Készült Veszprém megyei jogú város önkormányzata és a Klebersberg intézményfenntartó központ konzorciuma megbízásából, a Széchenyi 2020 támogatásával. Talaj kapilláris vízemelő képességének vizsgálata. A vizsgálathoz homoktalajt, vályogtalajt és agyagtalajt készítettünk elő. A talajmintákat először légszárazra szárítottuk, majd porítottuk és átszitáltuk. Az így kapott talajmintákkal olyan üvegcsöveket töltöttünk meg, melyek egyik végét több rétegű gézlappal zártuk le. Az üvegcsöveket ezután állványhoz rögzítettük, majd körülbelül 2 mm magasságig vízbe állítottuk őket. A vizsgálat ideje alatt az elfogyott vizet folyamatosan pótoltuk. A víz a talajszemcsék között a hajszálcsövesség hatására felemelkedik. A kapilláris emelkedés mértékét ebben a kísérletben 2 óra múlva olvastuk le. A leolvasást segíti, hogy az átnedvesedett talaj sötétebb színű. A kapilláris emelkedés az agyagtalaj esetében a legkisebb, 120 mm. A vályogtalajnál 135 mm körüli a kapilláris emelkedés értéke. A homoktalaj esetében olvasható le a legnagyobb 180 mm-es érték. Készült Veszprém megyei jogú város önkormányzata és a Klebersberg intézményfenntartó központ konzorciuma megbízásából, a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!